Bridget vaninger, ív Tarlet, 24 karácsonyi mese, 14. fejezet, a e gérmentő Jakab. Brrrr, micsoda hideg van, mondta borzongva anya egy téli estén. Jó lesne egy forró kakaó, ki szeretne hozzá sütit? Én, én, kiáltotta apa és Jakab egyszerre. Anya kiment a kamrába és felsikoltott. Íh! Apa és Jakab felugrott. Mi van, mi a baj? Anya után szaladtak, és látták, hogy egy farkinca kandikál ki a kamra alól. Á, ez csak egy egér, legyintett Jakab. Nem értettem, mire ez a riadalom. Semmi karásnyivalója a házamban. Jelentette ki anya. Még a kolbászba is belevett. Azonnal ki kell tennünk az egérfogót. Apa átkarolta anyát, és bólintott. Rendben, holnap reggel veszek egyet. Ez lesz az első dolgom. Jaj, ne! kiáltott fájak a belborzatva. Kérlek szépen, apa, ne bántsátok szegény kisegeret. Sajnálom, Jakab, de muszáj, mondta apa szigorúan. Az egerek nagyon szaporák. Ha nem szabadulunk meg tőle, akkor hamarosan az egész házban nyüzsögnek majd az egerek. Jakab bánatosan kavargatta a kakaót. Most már a süti sem íz lett neki igazán, sajnálta az egérkét. Az állatnak nyilván fogalma sincs, hogy a kamrában tárolt ételeknek már megvan a gazdája. Mi lenne, ha kiírná egy táblára? Ned meg! Nem jó. Az egerek sajnos nem tudnak olvasni. Vagy mi lenne, ha... Igen, ez az, ez lesz a megoldás. Jakamnak ragyogó ötlete támadt. De nem szabad elmondani a senkinek. Boldog mosolyom lett el az arcán. Másnap apa két egér fogóval állított haza szalonna darabkákat tett belejük, és kirakta őket a kamrába. Jakab kérdőn nézett a pára. Szerinted az egerek nappal is mászkálnak? Már most belemennek a csapdába a szalonnáért? Nem, válaszolta apa. Szerintem megvárják, hogy besötétedjen. Jakabnak aznap este valahogy állandóan a kamrában akadt dolga. Először almáért ment be, aztán Bobók kutya tápozzacskóját vitte be, később meg vadul sepregetni kezdett. Végül eljött a lefekvés ideje, mindenki ágyba bújt, anya és apa elaludt. Nagy csend lett a házban, egyedül Jakab feküdt ébre a szobájában. Tudta, hogy nincs vesztegetni való ideje. Egy pillanat, és már osont is lábúj hegyen a kamra felé. Hú, ez meleg helyzet volt. Szerencsére az egérfogókat még üresen találta. Jakab elővette egy zacskót. Remélem az egerek jobban szeretik a sütit, mint a sós mondta magában azzal hosszú, morzsos vényt szort végig a kamrán, végig a folyosón, majd résnyire nyitotta az ajtót, és a süti maradékát kintette le a lábtörlőre. Hogy mi csinált ez után? Felhúzta anya gyapjúzokniát, beburkolózott apa meleg téli kabátjába, és odakucorodott a folyosó fala mellé. Most már csak annyi a dolga, hogy csendben várjon. És akkor tényleg megtörtént. Az erős holcsütésben Jakab megpillantott egy pici hegyes szimatoló órócskát. A kisegér bajúza remegett az izgalomtól. Ahogy egyik morzsát falta fel a másik után, hú, de finom, csak sajnos kevés. Vajon a szalonna laktatóbb lenne? Az egérke tétován megfordult, de aztán meglátta, hogy mekkora nagy csütemény várja a küszöbön. Iszkiri, az egérkenek híramodott, hogy megszerezze, de amint kint volt, Jakab felpattant és gyorsan becsukta az ajtót hurrá, ügyes voltam, újongott magában, miközben visszabújt a jó meleg ágyba. Jaj, de vajon a kisegér nem fog megfagyni odakint? Nem, de hogy hiszem, bármikor bemászhat Bobó házába, vagy a szomszédos istálóba, Jakab boldog mosolyjal aludtál. Fura, mondta párnak múlva apa. Két egérfogót is vettem, még sincs nyoma egérnek a kamrában. Hova a csudába tűnhetett? Fogalmam sincs, vágta rá megfordult és kiment. Bobó házához igyekezett. Egy kis darab sajtot vett ki a zsebéből, és letette a kutyaház mögött a hóba.